Az egész Európai Unióban hagyományteremtő szándékkal rendezik meg ezekben a hetekben a programsorozatot, mely a megyében Zalaegerszeg, Keszthely és Lenti után Nagykanizsára is megérkezett. A legnagyobb érdeklődés Nagykanizsán van, ezután a program iránt lehet, hogy már egyrészt jobban bekerült a köztudatba, ismerték ezt a mai lehetőséget, illetve Nagykanizsán fontosnak tartják vállalkozók, munkáltatók, illetve a munkát keresők azt, hogy tájékozódjanak a lehetőségekről. Az Európai Munkáltatói Napok célja, hogy párbeszédet teremtsen a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és az ügyfelek, elsősorban a munkáltatók között. Alapvetően arra helyezzük a hangsúlyt, hogy milyen támogatási lehetőségeket tudnak igénybe venni a munkáltatók annak érdekében, hogy álláskeresőket, elsősorban hátrányos helyzetű álláskeresőket elhelyezzenek, foglalkoztassanak. Bemutatjuk azokat a forrásokat, amelyek uniós forrásokból, tehát azokat a támogatásokat, amelyeknek uniós forrás a háttere, illetőleg hazai munkaerőpiaci programokat is bemutatunk. Sok más mellett a hivatásos gépjárművezető programról is szó volt a fórumon. Az ágazat munkaerőhiánnyal küzdik, a fuvarozó cégeknek csaknem 6000 sofőrre, Zalában 500 munkavállalóra lenne szükségük. A program keretében képzést hirdettek meg, mely a napokban már el is indult a megyében.